Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb For the King epizóddal. Itt van velem Taz és Danuka. Halló? Tápió? Vagy Tálió? Ahogy... Édes Istenem. Ahogy érzed? Na. Kinél van a kör? Hát az. Ennyit tudott lelépni. Mindjárt visszatesszük a hajóba. De mit csinált? Ja, kimaradt egy körből? Igen, mert még ott van az a csodaszép boszi. Kék szemű. Ötös szintű musketeership. Nagyon jó. Aj, de van az. Pick up party. Adjunk neki. Pick up party. Az biztos. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak jobb oldal. Hát azt mondta, azt, hogy adjunk neki. Ja, azt nem hallottam, bocsánat. Tak, 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 tak. Az nagyon fog lőni. Igen. Kettelet támadnánk őt, vagy letámadnátok. Ja, hát a középsővel is van baj, a bal szélsővel, a rákról nem is beszélve. És ne felejtjétek el, ők képesek hajót sebezni. Azt én értem, csak... Inkább csak mondom. Hát a halat, ha nagyon akarom, fókusszal ki tudom lőni. Akkor lőtt ki. Nem tudom, mert ha... Ja, de ki... nem. Egyetlen egy pontom hiányzik hozzá. 35-et tudok csak rásebezni. Nem jó, nem jó. Inkább a középsőt kéne, aki felhúzta a pufkáját. Nem jó, csak nem és... tudok karakterizét váltani. Most. Oké, igen, és... Csak úgy lájtosan? Aha! Ez a college shot, ez mi volt? Semmi. Nem tudom, de én is a középsőt lövöm. Igen, és akkor... Várjál, van... Azzal nem lesz annyid, szerintem. Nem, viszont akkor a többit is be tudjuk egy-egy lövésre fejezni. Tudok jeges lövést adni nekik. Tüzes lövést tudok nekik adni. Nagyon kemény... Hú, ha 5 darabot... Tehát, hogy ezt fókusszal tudok 48-at is sebezni. Nyilván most nincs, nem kell. Valójában mennyis. 16, a területi sebzés 16. 10, 10, az 20, azzal megvan, 16 megvan, 2. Várjátok, hülye vagyok, nem a Musketeerion, hanem a Crab. Utána még egyel jövünk én jövök, és akkor talán megtudom a Musketeert, úgyhogy Palának akár nem, a Crab is megadják. Nem, a Musk... A Musketeert lelövöm. A Crabet így se úgy se tudjuk megölni a következő körig, viszont a Musketeert igen. Viszont ha az AOE megvan, meg AOE-val mennyit sebzel? 16, és nagyon kicsi az esélye. Aztán jó, akkor szedd le ezt a középső szart. Jó. Na, mit kapunk ettől a ma erőstől? Ouch. Jó nagy pofon, de immun is vagy a mérgére. Igen. Na most várjál. A puff, te most mit csináltál, Danuka? Egy hülyeséget. De miért? Ráklikkeltem az egérre, rohadjak meg. Mennyi sebb... Várjál, az... Annyira azért nincs nagy gond, de... Jobban jártunk volna, ha piff-puff-ot ölném. Sokkal. Igen, a puff-puff-ot kéne befejezni. Igen, most már figyelek oda, komolyan. Mert én tud... Hát... Azért nem, mert most ez kiesik, ti ketten be tudjátok a puff-puff-ot fejezni. Jó. Akkor... Legyen úgy. Akkor a nagy hibát végül is nem. De lehet, hogy... Lehet, hogy vissza kell vonni. Nem. Normálan megütöd, nem kell még. Ja. Jó. Legalább ez bejött, mert... Bocs, rácok. Nem úgy hirtelen... Nem tudtam semmi. Oké, az jó, az nekem is kell. Taznál jobban használatban lenne, mert 4-et vinne föl az 5-ből, nálad csak 1. De most jelenlegi helyzet alapján, tehát akár bezsákmányolhatunk. De nem akarjuk elhasználni. Jó. Most collect van. Collect van, persze, igen. Azért mondom, de hogy... Everness. Hú, ez neked, ez a te sapkád.
Mindjárt az, megnézem, hogy mi van rajtam, várja. Passzolhatom neked, mert én az összes immunitimat veszíteném el vele, úgyhogy ez biztos sajnos. Nekem. Valószínűleg, hát azt mondja, 10% crit chance-et, 25% undead, 10 vitality és deathmark immunity-t vesztek. Több a mínusz. Úgyhogy vala kell neked? Nem. Akkor csak begyűjtöm. Oké. Okay. Na, menjünk. Hova hát megyünk? Devil's Wharf. Devil's Wharf. Menjünk ki inyább oda föl. És eldobom a kört. Megint visszahallom magunkat. 1-2-3-4, várjatok, javítok. Mit javítasz? Fülest. Most jó? Elvileg igen. Na nézzük, mi jó, van. Jó, és akkor te ott be is tudsz lépni. Persze, hogy nincsen normális fegyver. Istenem, azt nem hiszem el. Nem hiszem el. Jó, majd ha az én köröm jön. Gondolom most mindenki alszik, regenerálódunk, ezért. Mondjuk te aznál annyira nem szükséges lett volna. 15 aranyért a két fókuszat, azért az nem rossz buli. Leave. Belépek. Én nekem biztos, hogy kell. Én ránéznék, ha nem haragudtok egy questboardra. Lehet visszarakni a káoszt. Levenni egy káoszt, ha akarunk. Igazából ne ütlen káoszpontunk jelenleg. Még egyszer? Nincs káoszpontunk. Akkor hagyjam? Szerintem nem kell most quest. Jó. Services. Dobj egy pihit a fogadóba. Parancsoljatok. Én viszont átrendezek. Mi az, hogy pick-up party leave? Na szóval. Inventory-t nyitok. És ezt equippelem. Ezt Taznak adom. Majd vedd föl az íjat. Taz. Mindjárt megnézem, hogy miből lő, mert azt nem láttam. Izéből lő, Evernessből lő. Igen? Igen. Az lehet, hogy jó. Azért adtam oda neked, bezárom. Felszereltem a régi fegyveremet. Kisebb a sebzésem, viszont ha a TASZ felszereli magára, akkor az nagyobb. És az lényegesebb. Megveszem a két Godsberdet, azt tuti. És nézem, hogy mik vannak itt. Egy rosszabb bot. Ez... Immunitiket vert, de van party heal, tehát egy gyógyítós bot, de kevesebbet sebez. Vagy meghagyom a sebzős, ám de immunitásokat adó ezéket. Valamint van egy major, a mage row az nekem jó nagyon. Plusz 2 armor, plusz 6 resistance, ugyanúgy megmarad az egy fókusz. És most nem 2 strength-et, hanem 4 strength-et veszítek. Menj el. Viszont 122. Akkor én ezt megveszem. Nem, mert 2 intelligencia, 2 armor, 6 ellenállás, és további erőbeli gyengesség. Ez szerintem jó volt. Jó. Nem akarok most eladogatni. HP-ileg hogy állok? Hát 15 putyinkáért. Ez? Jó, mehet. Ó, az már szágúj. Pillanat, nézem. Find egy so forgotten cellar burning forest. Az égő erdőbe alattunk, valamit meg kell találni. Jó, és balra aztán az 5-ös szintű, 6-os szintű, az még csak 6-os szintű.
Jó, akkor... Ha megcsináljuk a Wizard Crab-et és a Ship-et, szerintem én meg leszek hetes szintű, és akkor mehetünk a Darkness-re rá. De ha meg egyelvel elmegyünk a Böringbe, hova eleve is kell mennünk, ott is megléped, és utána visszajövünk. Jogos. És hogyha kilépünk a hatos Chaos Henchmenre ott a szigeten, vagy mi a teti balra, és meglépi a Danuka elvileg a szintet. Igen. És utána belépünk hetesen a Time Cave-be, és azt is megcsináljuk, és úgy megyünk le. Hát ha, mondjuk mert hogy nem veszítünk köröket, emiatt veszítünk köröket néha. Csak meg kell találnunk azt a Time Cave-est, azt hiszem. Nem, hát itt bevon mind a hármunkat, egy ellenfél van. Taz, meg te kevésbé tudjátok sebezni, én jobban. 87%-kal 27 magic damage, de én magic damage-et lövök már. Nem baj. Taz most már magic-es. Jó, de hát az baj. Nem, mert csak nem hat rá a fizikál sebzés pajzs. Jó, hát akkor a Danuka van már csak hátrányba vele, viszont te meglősz, jó meg. Viszont nagyon. 62%-kal lövök. Egy fókusszal mennyi, Renő? 72. Ennyi. Hát ő most engem megüt, oké. És most én őt fogom megütni. Hasonlóan kedves aranyos módon, mint a Taz. Lesérelem a 24 goldját, nekem az nem jó. Nekem se, Danukának se, kollektizem. Jó. Ennyi. Okay. Ez kedves volt. Energy boost, még egyet, közelebb léphetsz oda, lefelé. Jó, maga... Ne, itt a time cave, az de... itt messze van. De még nincsen meg a Danu 7-esnek. Csak mondom. Jó. Majd ha én jövök, tudok neki adni gazt. És az mennyit ad? Nem tudom, mert majd ha én jövök, akkor tudom. Én lőjem ki a körömet? Vagy közeledjek Taz felé? Hát azért lépjél a Tazra, lépjél rá. Ja. Mindegy, nyertem. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Azt skippelheted. Mit akar ez? Elhagyjad a hajót, tudod. Lévelem. Oda lépek a Danukára. És a Danukának... Nem, mert még van két. Jó. Előbb odaadom a Danukának a izét, mindjárt nézem mi a növény neve, ez Collars Word, 31 XP-t ad neki. Kétszer. Pont nem elég. Mi? Az 31 egy. Kétszer? Az egy nem elég, akkor így mondom. De kétszer mondta Apala. Akkor jó. Ha kétszer oda akarod nekem adni. Keresem a listába, hogy hol van ez a növény, Scholar's Word, és ez a Danuka. Jó. Meg akkor... Jó, amikor jövök. Danuka, nem, most, Danuka a saját... Most nem tudom, mert nem én vagyok. Nem tudod? Jaj, de lehet. Várjál. Inventory. Scholar World. Nem tudom use-olni, csak givelni tudom. Jó. Akkor... Hát egyel közelebb tudunk lépni a barlanghoz. Nem, nem is, és benn elengedem. Majd megeszi, amikor jön. Az is jó. Fight. Jó. Igen. Egyébként majd... Lesz nálam egy bótrépít, hogyha kell. Ezt egyből le kell ütnünk. Nekem nem lesz egyszerű. Össze nekem vagyok zavarodva. Nekem sem, mert hogy én is magic damage-et ütök. Jó, hát... Danuka majd ha jön, akkor mert majd benyomja a két növényt. Először is nem kapkod a Danuka. Igen, azt fogom csinálni, hogy egyet beveszek a kettőből, mert csak egyet tudok egyszerre. Nem, be tudod nem. Mind a kettőt. Mind a kettőt meg igen, tudom? Igen, ezen a beszélgetésen túl voltunk a múltkor is. Jó. Na.
Hát nem tudsz, hogy szimplával szóló targetbe ütöd, azt ami bemegy, bemegy, kész. Taz. Számolok, ez 30, 32, vagy 32-t ütök, egy fókusz, vagy két fókusszal, vagy elég valószínűleg ütök 20, 23-at nulla fókusz, nem, az is melyik damage-es. Hát akkor a franc se tudja. Egy single target normát küldje bele a szava. Jó. Zseniális volt. Jó. Na. Ez mi volt? Megpróbált elfutni. Nem, az én köröm volt. Egy. Egyet tudok. Már adja a következőt, nem tudom a másodikat. Nem tudod. Nem. Múltkor tudtad. Oké. Okay. Megint elég. HP-ban erős a fiú. De visszamentem az időben, nagyon jó. Az mit jelent, hogy ugyanaz? Sorrend. Sorrend. Én nem tudom, mit csináltam. Jaj, tudom már, a Confused az... automatizálja, hogy mit csinál, tehát a gép átvette felőled, a gép átvette az uralmat, és ugye ő csinálja a lépéseidet átmenetileg. Ja, valami ilyesmi van. Na, üssük. Egyelőre oké. Okay. Danuka kimaxolja a lehetőségeit. De most megint Tom Confuse-ol én már, na. Két-három kör múlva azt hiszem elmúlik. De én is akarok játszani. Na, én meg megmondtam. Picsába. Na, most már jöhetsz. Hát 95%-kal ütöm ezt a csávót így, tehát hogy azért vettem vissza a botot, mert ez elég jónak mondható. Oh. Akkor még egyet, aztán halljon meg. 95% eséllyel. Köszönjük. Köszönöm. Na, sér. Hűha. A lakomat veszteném el vele, úgyhogy azt szerintem átadom, az biztos. Hát akkor add át. Na nézem, hogyha equipe, én is a lakomat veszteném el, úgyhogy átadom. Nem, meg a poison, meg a curse immunity-met. Úgyhogy csak kollektezem. Jó. Pedig értékesnek gondolom. Na, akkor ebbe az IMSZ korridorba megnézzük a felszereléseket. Jó. Nincs más hátra, mint előre. Én nem tudok többet lépni, tehát átadom a kört. Körtet ott. Majdnem. De, betűnt. Hát belépő. Igen. És elmeséli nekünk, hogy lát-e valami szexit. Igaz, hogy csak nálam van pénz kb. Nagyon. Kinek kell a fókusz? Egy pufka, ami 24-et lő physical damage-be, egyetlen egy fókusza, tehát 87%, viszont ugye az egyet lő egyet tölt elvén. Igen. És Evernessből sebez? Vagy... Hát izéből, Evernessből, igen. Hát 87%-ra lövöm. Nem ilyened volt? Nem, ez puska. De nagyobbat sebez. És piercing shotja van, tehát átlövi a páncélzatot. Mennyibe kerül? Azt mondja, hogy a piercing shot, 90-ben, piercing shot az max 24 damage-et ad, single target és ignoration. Nem jó. Nem jó, ez csak 24 damage, az nem jó. Jó. Igen, rajtad most 22 magic damage-es így van. Tehát, hogy... Szarok. Jó, a gyógynövény van? Van. Mennyiért? Gold Spear van, 3 darab, 40-ért per darab. Gold Spear? Gold Spear, igen.
40 darabja? Igen. Jó. Azon gondolkodni kell, hogy megvedd, de... Hát végül is nem. Figyelj, Danukánál van egy, van nálad 3, nálam 5. Nem kell. Alszom egyet, aztán kell. Annyi. Oké. Okay. Szerintem... Nincs semmi bent. Tehát, hogyha nem akartak illetet tölteni... Nincs semmi bent, tehát a Danuka rálép a hajóra, és behúz mindenkit. Jó. Nagyon jó. Nem, part mentén menjen lefelé, és hát az összeszedi a Sanctum a fókuszt, ami 2 max fókuszt ad. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy az lehet, hogy aznak jó lesz. Na, akkor végig megyünk a parton, ameddig. Jó, a káosz nőtt, meg megint nőtt a káosz, mert miért ne nőne a káosz. Én lépek 3-at, nagyon jó. Meg erős szelünk volt, úgyhogy még 2-t, meg még 1-et. Pikápolhatom a partit, de nem. Most mi az, hogy most leave vagy? Nem, turn round. End turn, vagy mit tudom én. De van, vagy pikápolom, vagy leave-elem. Hát akkor leave-elem. És jó. Szóval azért mondom, hogy szedd már fel, mert most már ne a pénz gyűjjön nálad, hanem legyen fókuszod. Csak akkor a pénz az eltörik. Nem baj. Nektek még bónuszotok sincs. Igen, mert engem ugye megölt. És te nem tudod emiatt fölvenni. Nagyon jó, pick-up-oljatok már föl, mert nem tudom fölvenni. Hát te vagy a körön. De akkor azt én fölszedném. Gyere, vedd föl. Menjél közelebb arra 2-t. Igen, az lesz. Csak nem tudtam, ha a pick-up partit nyomom, akkor az... A task pick-upolod most? Akkor leave. Jó, itt egy kicsit a szabály az nem annyira. De te mondtam, hogy nem leave, hanem hogy pick-up. De te is majd megtudod. Én tudom, hogy én megtudom. Csak azért mondom, hogy én úgyis most kilépek arra a fókuszra. És mi az, hogy devót? Vedd át, azaz. Jó. Oké. Okay. Azért a 2 max fókuszra azt mondanám, jó, majd pick-up-oltok engem. Szóval a 2 max fókusz az nem egy rossz dolog. Taz. Nem, az nem rossz dolog. Hova megyünk? Nem erre. Lefelé egy piros erdőbe, piros... Igen. Kikötni még nem fogunk tudni. De jobbra menjen, jobbra, de jobbra menjen. De várjál még, ezt a Stone Step-ből beléphetünk majd, de mindegy. Hozzunk áldozatot, hogy visszakapjunk életet. Reduszoljuk a káoszt, hogy valami nem akarunk inkább ezért. Mit? Jobbra menni teljesen, hogy lássuk, mert hogy valamit meg kell ott találni. Még jobbra. Igen, akkor... most ezeket a sárga jeleket jó, kell megnézzük, hogy, hát, jó, nézzük. A gyógynövényből én egyet veszek, egyet vegyen mindenki, mert 24, ez nagyon olcsó. Jó. Várjál! Lesz. Jaj. Egy 68-szer van egy mágus botja, de azt nézem, hogy 95% eséllyel tudok 22-t sebezni, és ami rajtam van jelenleg, az 19-es sebzés, de immunitis, úgyhogy az nem, ja, ez a másik hajó, az... Nem? Ez egy, igen, hát azt nézem, jó, bocs, hogy mit nem vannak. Esett, nem esett le, hogy ez mi. Jó. Annyi, hogy én veszek egy Godsbergot mindenképpen, mert itt olcsó, 24-ér, és én livelem. Mert ti ilyenkor nem látjátok, nem. Ugye? Nem. Jó, és akkor haladunk tovább, leadom a kört. Mert, és visszamehetek mellé szeket. Most plusz lépésekkel, mert hogy így nem tudok különben vásárolni. Tehát hülyeség volt eljönnöd belőle. Mert ezzel lépést vesztünk.
De mit akarsz venni? Ne vegyek. Gatsbyrtot, azt mondtad, hogy vegyünk egyet, egyet. Jó, jó, oké, akkor lép vissza, persze. Te mondtad. Sőt, én azt mondanám, hogy a Danuka lépjen ki erre a Soul Hero-ra. Mert XP. Le van maradva tőlünk. Akkor én meg azt mondom, hogy te az meg vegye meg nyugodtan az enyém, én gázbérdemet is nyugodtan, tehát legyen a tied. De a taznál van 4, már nálad 1. Jó, majd lemecseljük, hogyha kell. Megvettem. Jó, az biztos, hogy olcsó. Uh-huh. Jó, és akkor átadom a... Hát itt kiléphetünk akár, csak Danuka vegy... Igen, most én kell, hogy előbb kilépjek, mert hogy én vegyem át, tudod. Igen, igen, de azt mondom, hogy az 48 XP, hát, meg a fókuszodat is újra tölti, az egy jó dolog. És akkor most keresgélés. Jó, megtaláltuk a utazót. Jó, de most nem utazni akarunk, nem hanem ugye keressük nem. A forgott cellát. Pick-up-olod a partit majd? Én? Igen. És menjünk tovább. Menjünk tovább a part mentén, igen. Ezt a tornyot ki akarja fölvenni, ugye, hogy 48 XP-ért? Hát a Danukának kéne. Ja, még egy Stone Hero-t. Uh-huh. Jó. Mert akkor azt csináljuk, hogy én tovább lépek, kilívelek, elmegyek a városba. Aha. Én meg visszamegyek hajóval. Na, és még szerencséd is van. Marketet megnézzük. Na, mi van itt? Azt mondja, hogy nem, olyan nem kell. Nem. Curse immunity nem kell. Plusz 3 talentation points nem kell. Plusz 8 max health. Nem, meg vitality nem. Uh-huh. Everness. Azért az durva, 95 az intelligence. Lassan már túl sok. Egy physical damage-et vesztek, viszont nyerek 4 Everness-t. Amivel jobb eséllyel fogsz, akkor te is 90% fölött fogsz ijászkodni. Így van. Így van. Kell hozzá money? Nem, nem kell hozzá money. Nem kell hozzá mondani. Oké. Okay. És azt föl is szereted, uh-huh, gondolom. Uh-huh. 32 a Godspeed. Jó, hát én úgy látom, hogy itt lefelé kell majd mennünk, hogy megtaláljuk azt a izét. Jó. És... hát föltöltsem 26-ért a... fókuszpontjaimat? Igen. Oké, és li, és egy visszább, és horgatás. Én azzal kezdem, hogy felveszem, ha fel tudom, pick-up. Egyet lépsz balra, belelépsz, visszalépsz, és kilépsz a szigetre. Na, tehát akkor egyet balra. Belelépsz. Átveszem. Igen, megkaptad az XP-t, visszalépsz. És vissza. Nem kellett volna bekollektelni mindenkit. De mindegy, jobbra egyel. Így. Igen, és legközelebb nem kattintasz a kollektre, csak úgy. Jó, kilépsz de, a szigetre, de azt mondtad, hogy beléphetsz a Stone Hero-t, nem? De engem miért vettél fel? Igen. Mert azt mondtátok, hogy vegyem vissza még a taszt, még mielőtt oda ment a városba. Mindegy. Nem mondtuk. Hajó felé menjünk? Nem, hanem kilépsz. A földre, és megyünk lefelé. Fire el mellett. Oké. Na, az élet kútja. Az élet szökő kútja, király. Na, parancsoljatok. Recover life, nekünk arra nem nagyon van szükségünk. Leave. Igen, kilévelek.
A live az nem a szívecske? Nem. Amiből kettőt vesztettünk, és 60? Lehet, hogy igen, de nem tudok belelépni, az jön. Mert azt lehet, akár hogy... verhetjük azt lehet... a bárdot, a... ja, az kettőt lép. Nagyon jó. Azt lehet, hogy érdemes lenne fölvenni. Mit? Hát a fantint, a kútat. Mert az egy életet majd föl... Jó, oké, tök mindegy, senki nem ért oda a kúthoz. Jó. Tehát most azért mondom, hogy nem tud mit csinálni senki így. Oké. Majd meglátjuk, hogy hányat... Elhasználhatok egy izét, amivel kapok négy movementet. Lőd el. Lép be a szökőkútba, aztán vissza fájtolni. Látod? Ja, ott is lehet, hogy... De mindegy, itt vagyunk melletted. Mindegy, hát azért megérnél. Megérnél. Hát bazd meg a 80%-ra. Ketten vannak ellene? Az úgy nem poén, hogy csak perfektre. Ez szopás ez az életszökő kutya, és sebzőcsökkenés. Királyság van. Livej. 16. Ki tudom őket nyírni? Hajrá! Szerintem. Ja. 16. Próbáld meg! Próbáld meg! Így nem. Így nem, bassza meg. Én azért mondtam, hogy csak perfekten lehet lőni, én livelnék a helyedbe. Lőttem volna. Jó, nem, livelje, mert a baloldalit egyszer meglövöd, nem sebzed, a jobboldali mindjárt föl, ezek egymásra fogják baszkodni, tipli. Mi van? Nem tudtam, nem jött össze. Mi szeretünk titeket. Jó, hát próbáld meg megint. Menekülj. Jó. Nem, mert szétlőnek. Csipkedve, de szétlőnek. Genyók. Jó, menjünk. Ha fölmész az evilbe... Ja, nem, nincs több lépésed, mi? Fókusz. Ja. És ez mit jelent? Plusz egy élet, tényleg van. Jó. Köszönöm! Ez a nem gondolod, hogy megadom magamat ennyi két hülye izének? Én kérek elnézést. Jó, oké. Figyelj! Én jó gyerek leszek, ígérem, ha tudok kettőt lépni. Ja nem, a Danuka jön. Hát akkor ő egyetlen bárdok. És be is tudlak tenni benneteket. Hát persze. Fight. Na, hát az ilyen all-in gyerekek, mindenki bézik atakkal. Bézik atakkal mindenki. Hát ha adtok nekünk lehetőséget. Hát most ő lemuzsikál minket, nagyon jó, rock and roll, meg minden. Senki, okay. Senkivel nem esett semmi baj. 95% eséllyel lövöm, úgyhogy az intelligenceből azért... A single targetre mehet a... Na, leosztom ezt a rengeteg putyinkát. Hát, viszont csak ennyi volt ettől. És lefelé megyünk, ugye? Uh-huh. Taz. Uh-huh. Menjünk le. Igen, van négy lépésed, oda a gólem mellé le tudsz lépni, az biztos. Meg is tudod támadni. Beleférünk? Csak a Taz. Supporttal se fér bele a hala? Nem. Viszont ő meg bedobná az orkot is, a trollt is. Biztos, hogy nem fér bele a hát... Igen, mert nagyon messze fönn vagyok. Van. Igen, jó, te is az utolsó mezőben. Várjál, mert nem annyi van nálad, mi? De nem az a kérdés, hogy a pirosba benne vagyunk-e, mert mind a kettő, tehát nálam még nyilván, tehát én plusz két lépésről is. Nem, én odaadtam neked a nyilat, és én visszavettem a botomat, azért, mert az intelligence-ből valószínűség számol, tehát jobb esélyesebb. Igen, nagyon jó, csak ezzel is support range-be vagy, tehát ezzel is be kéne, hogy hívjam egyel távolabbról. Hát de kettővel vagyok, vagyok távolabb. Nem, jó. Törnöljek? Akkor Nem, lépjél egyet le a Night Marketre, nem? Hogy haladjál. Ja, oké. Jó, igazad van, mert hogy fedezzük fel.
Ennyi. Okay. És megyünk, mi meg megyünk utána, de aztán majd elkapjuk a torkát azok, annak a csapatnak. Ja. Én akár mondhatnám, ugye? Hogy egy aprócska szétszéledést is csinálhatunk, tehát ti nem csinálunk. Nem, az... Bármely. Neki menjünk a Frostcragnek? Neki. Egyik trollt magába viszi. Igen, de így hárman vagyunk. Jó. Remek. Viszont mind a ketten két körönként jönnek. Az oké, okay, de mennyi HP-juk van már? Igen, azért. Jó, hát előbb a gólem jön, aztán a mala, hát tök mindegy. A tök mindegy, a bal oldalit könnyebben leverjük. Ja. Na és kapott. Akkor én is, kapott. Én is azt üssem, vagy a bal oldalit, aminek nincs medzsik rezisztje. Mindegy. Szerintem mindegy. Baloldali tűzre, Nuka. Jó, trollkodom. Semminél minden jobb elven. Azért mondom, hogy így is, úgy is jaj, nagyon jaj. Jó. Jaj, de örülünk. Ennek örülünk. Ennek annyira nem örülünk. Minden nem lehet tökéletes. Ja, örüljünk annak, mert ez azért nagyot üt a Craignek a... micsodája. Jó, hát most... Ő levette volna a felét az egész szemnek. Taz? Taz? Itt vagy velünk? Uh-huh. Azaz. Hát, hogyha ügyesek vagyunk, le tudjuk ölni a Frostcraget 3 kör alatt biztosan. De akár a Breachtorral is végezhetünk. Ha én rákopácsolok a Breachtorra, akkor szerintem kiölöm. A Frostcraget lőd le, légy szíves. De azt nem tudom kimaxolni. Nem is baj. Jó. Még hogy nem tudod kimaxolni. Nem tudom megölni a Breachtort, meg tudtam most volna. De múlt is ott alatt az. Fókusszal gondolom. 90%-ra legyen 100, jó. Ja igen, és akkor pala a Breachtort egy lövésből. Így van. Jó, oké, értettem. Lesérelem a 70 goldot. Úgy érzem, hogy ez nem az én cuccom. Nem is az enyém. Hát megnézem, jó? 5 armor helyett 10 armor. A resistance 5 helyett 2-re csökken. Strength az eddig nem volt, és mínusz 4 intelligence. Viszont elvesztek vele 5 max health-et és 2 health regeneration-t. Nem baj, vedd fel. Én nem mondanám, biztosan. A plusz 4 strength és 5 armorra? A 2 HP regennel. De úgyse HP regenből tartjuk föl magunkat. Jó, felvettem. Jó van. Oké. Okay. Na, dobtam a kört. És hova megyünk egyébként? Felfedezni. Hát lefelé, fel kell fedeznünk valami... Forgotten cellárt ez ebben az erdőben. Én még nem láttam. Oh. Ez meg elénk ugrott, hát most ha meg akar halni, legyen úgy. 43-ban nem tudok. 43-ban nem tudok lőni rá. Hát, de single, mindenki single targettel, fókusz nélkül. Amit sikerül, sikerül. Egyet fog gitározni. Amivel ivédelni fog, ő úgy gondolja, hogy az Magic Damage-emet ivédelni fogja, én meg úgy gondolom, hogy nem fogja ivédelni. Na. Lesérelem a 30 putyinkát, valaki elteszi a tiketet. Collect. És megyünk lefelé, majd itt elindulunk balra. Ha már van egy Dark Carnival ticket a Danukánál, beléphet a Dark Carnivalba. De nincs éjszaka. Várja, jó a Dark Carnival. De, éjszaka van.
Jó, nem akkor másszak be? Na nézd meg, hogy mi ez. Én még ezt nem lehet láttam. Fókuszolni. Nincs fókusz. Hát 18%-a halál. Megenged... Hát én a 18% hal... Igen! Ha meg nőtt az élet, a max életünk nőtt. Hát igen, vagy kettő halálunk lett volna, tehát hogy... Hát vagy parti halál, vagy akármi, persze, benne van minden. De, jó, de... Danuka balra felé haladjál egyet, jó? De most és ez nem volt majd jó, azt az oszlopot ott le. Tőlem? Nem, ez most szerencsét volt. Okay. De ha meghatál volna, úgy lebasztunk volna. Jó. Ez mindig attól függ. Szóval a Danukának azt az oszlopot ott föl akarjuk szedni, hogy utána tudjon cserélni sapkát. Mit akarunk fölvenni? Én benézek erre a piacra, ha már éjszaka van, hogy mit árul. És mit árul? Damage reflectioners, de intelligenciát vesztek. Ez kéri, egy hosszú kard, egy kezes hosszú kard, minusz 25 luck. Egy 30... Ó. Kard? De nem, taz. Egy fókuszos, 30-as fizikai sebzésű, 5 evasion-ös arrow. Az egy taznak. Mennyi a sebzése? Mennyi minden te? 30 fizikai. 30 fizikai, és bármi egyéb, amit... Van neki pírszatakja, van neki, egy pontos a támadása. Igen. Ugye el tud törni kritikál félnél. Uh-huh, ez tök jó. Nem lehet a fókuszt használni rá egyáltalán, azt írja. Mm-hmm, tök jó. De egy pontos, és nem lehet pajzsal használni, mert nem lehet, nyilván. Nyilván. És 5 evasion van még rajta. Mennyibe kerül? 300. Ketten összedobjuk. Én rárak, Mária? Akkor tudjuk, összesen, hogyha mindannyian van. Összedobjuk. Igen, azt mondom, hogy én odaadom. Hát jó, de... Ja, de én nem csak azt mondom, közelében. Hogy de én azt mondom, hogy itt van a bolt. Jó. Tehát, hogy ez van a boltban. Tehát én csak ennyit mondtam, nem azt mondtam, jó. Hogy ezen most azonnal meg kell venni. Ezzel jó. Meg lesz a TASZ-nak a fegyvere. Hát ugyanilyen, jó, de akkor ide lépnek a TASZ-ra. Múltkor, és ez tört el a kritikállal az első lövésnek. Én így... Puty, átdobtam Taznak a lóvét. Kösz. Mert itt jártam mellette, és azt nézem, hogy a trollt, ha meg alulról is behúz valamit, nem tudunk semmit csinálni. Nem. Menjünk a Danuka után. A trollt azt le kell ütni. Csak az de a Danuka nyugatra van. A Danuka balra van. Hát tudom, de nem tudunk más, hogy utána menni. Dehogy nem néz így. Ja, Dark Carnivalon keresztül? Persze, nap egy gyógynövény. Jó. Tehát azért gondoltam, hogy ott a Danuka fölött van valami dög, azt le lehet ütni. Csak előtte ha van egy patkány. Lépni. Na mindegy, de Danuka az... Ja, már is nézem. Igen. Altaznak. Várjál, aha. Give. Igen, és a TASZ úgyis visszafelé fog menni majd, de a Danuka előtte lefutunk egy fájtot a Scamper fölöttünk. Ja, úgyis egyébként nem szóltam. Nem, azt gondolom, hogy elnyomok egy növényt. Ja, és elindulsz vissza. Igen, de nem jutok pontba, csak pont előtt állok meg. De... Viszont nem leszek benne a fájtba veletek. Nem, maradjál ott, és majd max a következő körödben, amikor bemész, akkor oda beszaladsz, és megveszed. Jó, rendben. Kétszer már nem lesz olyan balszrencsink, hogy elveszítjük. Fogadunk? Hát eltűnt, a mob tűnt el, a mob. Tündérezzünk? Benne van mindenki a range-be? Van. Akkor igen. Őt kerestünk! Megvan a... Jó, megvan a küldi király. Na, oké. Okay. Arra menjünk. Nem, tündér, nem? Tündér. Taz? Csak tündér. Na, akkor nyomjuk a tündért ott. Ja.
Oké, okay, fight egyedül van. Csak tökéletes se lehet megütni. És ő kezd. Pajzsolt egyet, nagyon jó. Akkor a tök mindegy, mivel ütött. Persze. Meg, egyet üssél bele. Persze. Hogy protektálta lehet? Beleállt ez a kurva nyíl. Na, Danuka, álljál bele a fejébe, egy fókuszt adjál rá, és álljál bele a fejébe. Köszönöm szépen. Meghalt senki. Na. Sem. Oké. Okay. Lóvé leoszt. És Danuka, beléphetsz a küldébe. Igen. Be tudsz húzni? Mindjárt kiderül, lesz egy katakombánk is mellette. Nem tudlak behúzni nem. Benneteket. Akkor várjál meg. De... Mondom, várjál meg. There's only room for one down here. Hát akkor... nyomjad. Akkor nyomjad. Most már lenyomtam, hogy lév, úgyhogy bocsi. Egy élmény veled játszani. De miért kapkodsz? Nem értem. Azért, mert... Na, all shops and service, price are increase. Nagyon jó, nem tudom megvenni akkor. De odaadom a manimat, ha nagyon kell. Teljesen mindegy. 6-700-ba fog kerülni. És megkaptál mellé még egy mágust is. Na jó. Itt már ketten lépnénk be a Danukával. Akkor az hogy van? Viszont várjál, és én is bemegyek. Fordíts egyet, és én is megyek. Ezzel mondom, hogy... Jó, akkor, jó ezek, aztán... akkor ezek szerint csak azok mehetnek be, akik azon a mezőn vannak. Nincs ezzel baj, te az belép. És én erről meg nem tudtam, úgyhogy bocsánat. Kaptál, vagy nyomtál egy Golden Root-ot? Hát egy ilyen fókuszt öltött, ki tudja mi lesz. Oké. Okay. Nem, Enter Alone. Nekem engedte volna, hogy belépjünk, meg bal oldalon mutatta. Mutatja, de nem csak az, hogy Enter Alone. Nem baj, hát... Mindegy, meg tudod csinálni? Megnézzük, hát. Mi is örülünk neki. Csak sok a HP-ja. Meg savas. Oké. Okay. Csicsaddél dur. Feltöltötted a fókuszt, adhatsz rá. Na. Ég a zselé. Mi történik, ha a zselé ég? Nem elég? A zselé villám. Az a tied. Az is a tied. Az a Danukáé. És annyi? Mínusz egy káosz. Mínusz egy káosz. És jön a következő, nem baj. Valami kulcs. Ne. Állokoltuk a labirintus. Mehetünk vissza oda. Nem baj. Mi a megnézzük az utazási lehetőséget. Nem baj. Ja. Most az a legnagyobb bajom, hogy akkor most én nem megyek vissza azért az éliért, mert amíg ki nem nyírjuk ezt akárkét. Itt van a jobbra lent tőlünk, nem olyan messze a hatos szintű bandit camp, amit ki kéne nyírni, hogy visszajönnek a normál árak. Hatos szintű bandit camp hol van? Jobbra tőlünk lefelé, jobbra. Város alatt. 5 óra. Bridge Troll, 5 óra. Ja, hogy azt értem. Hát jó. Az most miért arra ment? Mert a másik irányban nem engedett. Értem. Ez az egy Dark Carnival szar. Jó. Én nem fogom megengedni azt a luxus magamnak, hogy elveszítsünk egy HP-t a miért. Oké. Ez a szobor az senkinek nem kell, mert mindegyikünknek megvan. Csak megnéztem. Jó, hát akkor itt haladunk előre, amennyire lehet. Jó, tudjuk. Hát én is jövök veletek, látjátok milyen jó fej vagyok. Köszönöm a Jellyberryt, azt kinyomjuk. Ja. Ha benn, hát a Danuka nem tudom, hogy belefér-e. Meglátjuk.
Nem. Akkor vár meg, mert arra felé kell menni. Vagy a csontit, vagy a papigájt bedomja. Nem baj. Nem ez volt a kérdés. Nagyobb valószínűséggel egyébként a csontit. Nem baj. Mennyire Jelly Belly-re? Jó, és Pala benne van. Benne. Nem kell aggódni. Benne van. Fájt és a csontit kapjuk. De kettesével jön. Melyiket? Csontival kezdünk. A csonti gyakrabban lép. Csontival kezdünk. Hát, na nézzük. Ja, hogy a csonti a százas, és ő a védelmes. Az arany? Már nem. A csonti gyúlékony. Igen, a csontit beégettem egy kicsit. Na, az csap le. Ne azt, a csontit. Tudom. Csak még arra sem lesz elég. Egy. Mindegy. Nem rossz ez. Jó ez. Ez már nem annyira. Ez nem jó. Szerintem, Pala, nem akarsz egy gazvédet majd? Nem én jövök. Viszont én elkezdem lőni a Jelly Bellyt. Jó. Mert hogy van a következőig még egyszer mindenünk. Jó. És gondoltam, szép. Hogy hát ha addig vagy elég, vagy valami. Na, én kaptam a poison. Semmi baj, van panaxod, majd benyomod. A végén. Nem most, a végén. Én a csontit ütöm, jó? Vagy várjál, nem? Területére sebzem. Jó. Azaz. Hát ezt most kinyírjuk ennyi alatt. Simán, fókusz nélkül csak úgy. Ja, jó. Csak most már mindent lassan meggondoltan csinálok, ahogy Pala mondja. Az nem baj. Az úgy jó. Na, 53 putyinka eloszt. Ez kollektelem, mert senki nem veszi fel. Igen, Poison Curse mind a kettőnknél megvan. Na, nem ugyanilyen vagyok. És egy lépése van. Igen. Uh-huh. Ugye erre megyünk a... Bandit Camp felé, igen. Jó. Igen. Majd Danuka a saját körében lesz szíves a panaszát benyomni. Igen. Ezért mondom, hogy idióta a Dani. Öjj! Hát nem baj. Nem, került ki. Na nem. Ne üssük le. Jó, üssük le. Két körönként jön. Üssük le, igen, azért néztem, hogy nincs körülötte senki. Fókusz nélkül van. Ha lett volna, akkor egy egyes szintű papigája lett volna több egyébként, ő volt a legközelebb. Taz meg is gyújtotta. Gondoltam, hogy miért ne. Hát, Danuka. Nem baj. Nem baj. És persze nem veszem be a panaxot. Nem baj, majd mindjárt beveszed. Mert akkor többet tudtam volna. Taznak. És ő már be is dobhatja. Ja. Csak neki mondjuk ötöt, mert ugye a pipe level az egyel emeli. Nem baj. Megyünk tovább. Na, mindjárt ott vagyunk. És én most belépek. Ennyi szint, ez 6-os szintű? Az azért kemény lesz. Nem akarsz Pala benyomni előtte egy hílt magadnak? A 7-ből? Nem, majd közben. Az elsőnél fogsz, menjünk. Jó, ott már elnyomsz egy AOE-t, jó. Viszont egy panaxot nyomjál be magadba, ha... Nem tud, majd amikor ő jön. Jó, akkor oké. Okay. Oké. Okay. Meghaltunk. Ebben az adokat le kell szedni. Én elhillelek. A Danuka nem felejt el egy panaxot benyomni. Két körönként jön a Bandit King, azért itt még nincs. Jó, a baloldalival nem foglalkozunk, magától meghal majd. Jobb oldalit kell ütni. Elnyomsz egy overhealt. Akkor nekem az a köröm.
Hát igen, de különben meghalsz. Jó, Danuka a jobb oldali tüti. Előtte Panox. Igen. Mennyit sebzel, jó, várjál? Mennyit sebzel kritikálba, vagy valami? 22. Fegyveres, fegyver problémái vannak neki is. Jó, hát akkor lőjél valamit. Vagy üssél, vagy miért. Henchman, jó? Üssél, szimplán. Így van, ennyi. Azért mondom, hogy az meghal magától. Jaj. Jó, kellett az a hílja. Na most, én azt kinyírom, mert engem idegesít. Nyilván megmerüljön. Igen. Jó. És akkor jöhet a single target damage. Egy fókusszal, hogy tutira menjünk. Mert így... Jó, Danuka normálba ütöd, úgyis levédi a felét, úgyhogy... Ezért mondom, egy hogy... Igen, felesleges fókusz. Neked most felesleges. Én meg így is úgy is beütöm kritikával. Persze. Jó, ez így jó volt ez. Ez volt a nyomorék ütése? Ennyit tudott. Hát... Na, tehát akkor fejbe vertük ezt is, lesérelek 88 goldot, valaki kap egy lord, hopp. Plusz 3 fizikál damage Danuka. Bár mondjuk ugye nekem is fizikálos lesz az a nyíl, és az úgy meg még durvább, de én nem akarom elveszteni. De Danuka van lemaradva, le van... Jó, én biztos, hogy passzolom, és a Danuka nézi. Az összes immunity már megy vele. Milyen immunitik mennek el? Curse, vele? Burn, Shock, Freeze, Water. És jó, oké, az immunitiken túl mi van még a... jó, hogy az egy csak immunitis, és így csak van rajta. Vedd föl ezt. Jó, akkor equip. Equip, mert annyi növény van nálunk, csak megoldjuk jó, már. Jó, rendben. Na, akkor nem érek fel a Night Marketbe éjszakára, úgyhogy tök jó. Bukó. Mhm. Várjál, 1, 2, 3, 4. Hány itt ilyen lépéses növényed van? Teljesen mindegy, mert ott egy bone mage előttem. Ja. Kivéve, egyetlen egy ilyenem van egyébként. Ha elsneakelek mellette. Megpróbálhatod, de azt kétszer kell abszolválni. Igen, csak nincsen nálam, csak egy darab. Igen, és kettő kell. Milyen növényről van szó? Dancing Nero. Nem tudod átadni, csak a te körödben. Átadni, át tudok. Át tudod adni? Ja, tessék, egyet adtam neked, parancsot. Akkor először is egyet lépek. Magam nem tudom felhasználni, csak átadni. Jó. Még egyet lépek, nagyon jó. Elhasználom ezt a körmét. Oké. Okay. Csak reménykedjünk, hogy a sneakelés sikerül. Igen, most elhasználom a még egyet. Oké. Okay. Fókuszolsz egyet a sneakre, a szava. Oké, okay, nem szóltam. Mi? És látod, megveszi az a bó. Látod az, mi mindent meg nem teszünk a fegyveredért? Jaj, hát szerintem itt mindenkinek a fegyveréért. Bárkinek bármit megteszünk, csak legyen már fegyverünk. Oké. Okay. És... Úgy érzem, jó a nyíl, amit mondtam, hogy ezt meg kéne venni. És a Lord Store pedig upgrade-elt. Visszafelé meg levered az új nyiladdal a csávót. Persze. Mert megkapott egy tort is. Ne. És jobbra le. Ja. Várja, föltöltöm a fókuszomat, amiket elhasználtam itt minden szarra. Jó. Meg ilyenek. Nem, itt nem tudok, mert ez csak... Igen, a hajónál nem tudsz, sajnos. Jó, és akkor most döntsük, hogy merre megyünk. Élkül. Most, mielőtt bármit lép a Danuka. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ennyi lesz a mostani epizódunk, és innen fogjuk folytatni, úgyhogy legyetek rosszak, sziasztok! Pa, pa.